Az egyik szekszárdi játszóteret újították fel, az önkormányzatnál diákmunkát vállaló fiatalok még 2019-ben. Idén nyáron újra dolgozhatnak diákok az önkormányzat alkalmazásában. Júliusban és augusztusban így 30-30 fiatal kaphat munkát a program során. Park gondozói, tehát könnyű fizikai munkát végeznek majd a diákok. Ez padok festését, játszóterek karbantartását jelenti, praktikusan a homoknak a gerebjézését, tisztán tartását. A diákok heti 5 napon át 6 órás munkarendben dolgozhatnak, havi nettó 125 ezer forintért. Jelentkezni június 21-től a Tolna megyei kormányhivatal találkatéri munkaügyi központjában, vagy a szekszárdi polgármesteri hivatalban lehet. Tapasztalatszerzésre is jó lehet ez a nyári diák munka, hiszen megtanulják a diákok, vagyis hát tapasztalatot szerezhetnek azzal kapcsolatban a diákok, hogy milyen eljárások vannak, amikor ugye munkába állnak. Tehát itt rendesen lesz tűzvédelmi oktatás, munkavédelmi oktatást kapnak, úgyhogy ezzel kapcsolatban is szerezhetnek majd tapasztalatot. Nagyon fontos, hogy azok a diákok, akik a szekszárdi önkormányzatnál vállalnak nyári munkát, az első munkanapra vigyenek személyigazolványt, a beléptetésükhöz ugyanis arra szükség lesz. Ugyanúgy, mint egy érvényes bankszámla számra is, amire majd a bérüket utalják.